Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Derűlátók című műsorban. A szadai polgárok minden bizonnyal derűsebben látják településüket, amióta a szadai lokálpatrióták szervezésében elindult a Derűlátók című beszélgetős műsor. A mai napig rádiósként működő Nagy Imre műsor vezetésével ez év februárjában indult a talk show, ahol, ahogy már kedves nézőink láthatták, Szadán élő hírességek és meglepetés sztár vendégek szerepelnek. Kis Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó az előbbieket képviselte. Kérem szépen, lokál patrióta Kis Gergő is, hiszen tizenhány éve éltek itt Szadán? Hát hamarabb voltam Szadán telektulajdonos, mint olimpiai bajnok, tehát 2000 nyár elején vásároltuk a telket. És jól érzitek magatokat? Viszonylag igen, 14 éve itt élünk, természetesen nagyon. Mert ugye a szadai lokálpatrióták szervezésében lehetünk itt és beszélgethetünk. Nagyon-nagyon fontos ez a mai világban, hiszen ugye a lokál az helyet jelent, a patrióta, patria, hevenyészet magyar visszafordításban, ugye a hazát jelenti, hazafiasság, a helyhez való kötődés, és te nagyon sok mindent teszel itt a közösségért. Igen, amikor kiköltöztünk és a sport eredményeim révén ismertségre tettem szert, akkor azt gondoltam, hogy ezzel jó lenne minél pozitívabban sáfárkodni. Családapaként aztán még inkább megerősödött bennem az a tudat, hogy segíteni kell a gyerekeknek, főleg azoknak, akik nem olyan körülményeik vannak, mint sok társuknak. Úgyhogy itt évről évre igyekeztem akár az iskolát, akár szegény családokat úgy segíteni, hogy minél jobb körülmények között, akár egy karácsony előtti időszakban, akár általában úgy itt a sport területén, az iskolai szinten tudjanak jobban boldogulni. És így ez az Életfa Alapítvány ennek is egy ilyen, hát a jelzésértékűnél több, mert szeretnénk, hogy ez egy komolyan működő alapítványként indult, és az is maradjon. Nem csak a sportra vonatkozik ez, hanem az oktatás minden területére, de ez az egyik olyan dolog, amire azt mondom, hogy büszkék lehetünk itt Szadán, és remélem, hogy jól fog működni. Ugye a polgármester úr, igazgatóasszony, és néhányan benne vagyunk, hogy én csak alapítóként, ők kuratóriumi tagként. Tehát vannak célok, egyre komolyabb itt a faluban az a szándék, hogy tegyünk magunkért, egymásért, a rászorulókért is, illetve azért, hogy minél jobb körülmények között élhessünk. Vannak fejlődések nyilván a településen is, és tovább szeretnénk ezt a vonalat vinni. De nem csak sportolók teszik tiszteletüket a műsorban. A nagy sikerű világzenét játszó cimbali band két oszlopos tagja is, Szadai Lakos. A Szadai Faluházban felvett műsorokat természetesen ingyenesen a helyszínen is lehet követni, a helyi lakosok nagy örömére. Igen, én ezeken a rendezvényeken most már másodszor veszek. Az első nem voltam, de a másodikon meg a harmadikon itt voltunk, és feleségemmel is nagyon jól éreztük munkat. Ez egy nagyon jó dolog, és azt látom, hogy egyre többen vagyunk. Múltkor itt még kevesebben voltunk. Most a mai rendezvényen már lényegesen többen voltunk, tehát úgy látszik, híre megy ennek, meg terjed ez a dolog. De jó, hogyha összehozzuk a település lakosságát, és megismerkednek azokkal az emberekkel, akik az átlagnál egy kicsit többet tesznek, vagy tudnak. Én Tőzsgyökeres szadai vagyok,
sőt, az elődeim is. Itt születtem, ez a szülőföldem, és nem csak hogy a szülőföldem, hanem a szülőfalu. És amikor megtudtam ezt reklámon keresztül, akkor érdekelt a dolog. Már csak azért is, mivel hogy szadai vagyok, és Szadáról szól, és nem beszélve róla, hogy ilyen neves színészek, művészek lépnek fel a műsorban. A Derülátok műsora egyfajta missziót is teljesít, hiszen nem csak szórakoztatni akar, fontos üzeneteket is közvetít. Azt érzékelem és látom, hogy szükséges az, hogy a lakosok valami módon összeszokjanak, és különböző baráti összejöveteleket mi is, amikor még a kezdetén szerveződtek ezek a különböző társadalmi csoportok, akkor mi is nagy jelentőséget tulajdonítottunk. Ez egy kicsit elhalt az utóbbi időbe, és most azért örülök neki, hogy megint van egy ilyen kötetlen alkalom és alkalmak, amikor lehetőségünk van. Tehát ez egyrészt tényleg szórakozás is egy picit, mert nagyon jó műsorokat is látunk, előadásokat, de amellett meg embereknek az életébe is bepillantunk, és ezek úgy fölemelnek egy kicsit arra a szintre is. Szadaiak megismerik egymást, mármint akik itt élnek Szadán, ez rettenetesen tetszik nekem, tehát hogy itt a régióban megismerjük az embereket, és az, hogy neves emberek is itt a régióból bekerülnek ebbe a műsorba, ez olyan szívmelengető számomra. Nagyon élveztem minden eddigi adást is, a mait is, és szívből gratulálok ezeknek a művészeknek az életútjukhoz, hitükhöz, vallásukhoz, és ma is azt köszönt vissza a sasvári művész úr szavaiból, hogy igenis fontos az, hogy világot lássunk, és visszajöjjünk a hazánkba, itt ebbe a régióba. A legutóbbi adásban Sasvári Sándor Jászai Mari díjas színművész nem csak mondani valójával kápráztatta el a közönséget. A fináléban a Fejedelem nagy sikerű musical operájából énekelte a Kárpátok között című dalt. A kötgomoly szép tájat rejt, a Kárpátok fölött sok vén fenyő méz könnyet ejt. A Kárpátok között a nap pihen, így mit se sejt, hogy hány szívvel és nem felejt valahol. A Kárpátok között a börtönökből fém koppanás, a Kárpátok között a jégcsapon csepp olvadás, a Kárpátok között egy szó, egy sóhaj, egy dobbanás, egy szebb jövő villanás valahol. A Kárpátok között sűrű felhők közt a csöpnyirés kevés, de mégis ott bújik meg a vágyott ébredés, amíg hisszük a jót a két rossz között, amíg távol a múltból öntözött, addig élni a Kárpátok között. A Derülátok következő részének élő felvétele június 13-án 18:30-kor lesz megtekinthető a Szadai Faluházban. Akik nem tudnak elmenni, ne keseregjenek, hiszen június 21-én szombat este a Régió Plus televízión bepótolhatják a teljes műsort. Érdemes lesz akkor is velünk tartania, hiszen Erdei Zsolt világ- és Európa-bajnok ökölvívó, és Vibók Ildi festőművész, biológus lesz a vendégünk.
tartsanak akkor is a Régió Plusz TV-vel.